News. Hiszem azt, hogy az ember ősszel változik. Nekem a dalírás az abszolút egy terápia. Tehát amikor leülök zongorához, gitárhoz, ukuleléhez, bármihez, akkor ezek a dalok ezek tényleg kigurulnak. Én nem nagyon gondolkodom rajta, hogy miről szeretnék dalt írni, hanem valahogy a harmónia menet meg a hangulat késztet rá, hogy kiírjam magamból azt, ami éppen bennem van. Láttam már sok szépet, tenger mély fenyőket, víztükröt, mi hegyeket szakított szét. Minden dalomhoz nekem a videóklippek, meg alapvetően a videógyártás is egy önkifejezési forma, tehát hogy nem szoktam túl gondolni a dalokhoz készült klippeket, hanem szintén ami első ráérzés, amit szeretnék közölni, vagy értéket közvetíteni a videókkal is. És most jelent meg a lemez, a Memento Mei lemez 10 számot tartalmaz, és ez a 9. videó, úgyhogy már csak egy van hátra. És a videóban is, meg a dalban is azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon letisztult egyszerűség, amit szerettem volna átadni, ezt sem gondoltam túl. Más ember lettem, vakultan nélküled nem látok úgy, mint rég. Én egy kicsit azt érzem, meg ennek a dalnak az írásakor is azt éreztem, talán ez gurult ki belőlem, hogy elég sok mindent láttam már. Ez igaz a zeneiparra, igaz az életre is, sok mindent megtapasztaltam, azt hiszem, hogy átmentem azokon a dolgokon, ami kezdőtől egészen akár, ha nevezhetjük a profiig, vagy kis színpadoktól a nagy színpadokig az ember átélhet, és egy kicsit ilyen nyugvó ponton érzem magamat, hogy nekem ez most így tök jó, ahol vagyok. Úgyhogy ezt a hangulatot szerettem volna átadni, és gyakorlatilag a dal is erről szól. Még itt vagy bennem, nem látok úgy, mint rég, más ember lettem. Nekem nagyon fontos mind a daloknál, mind a hangszerelésnél, szövegírásnál az önazonosság. Tehát ez az egész projekt gyakorlatilag arról szól. Nálam ezek a dalok abszolút az első cél az volt, hogy legyen önazonos. Tehát semmi manírosság, ne legyen benne túlgondolás, ne legyen az, hogy ezt a sort, ezt azért írom bele, mert akkor majd az a 14 éves lányoknak a... Nem. És ugyanez van a videókészítésnél is, hogy van, amit megálmodok, mint hogy szó szerint, arra kellek, hogy már látom magam előtt, hogy ennek a dalnak ez lesz a klipje. Általában egyébként tényleg ilyen első ráérzésű klippeket készítek. Ennél a dalnál is így volt ez. Tehát, hogy láttam magam előtt egy képet, és ezt csináltuk meg Horváth Richárd barátommal. Szökjünk messze az éjjel, úgy kérlek, túl nagy a zaj már rég bennem. Amikor egy évvel ezelőtt kijött az első dalom, szerintem nekem az volt a leggyomorgörcsösebb vállalás, talán az egész életemben, nyilván a klip miatt is, de olyan sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy úgy voltam vele, hogy okay, én ezt nem akarom túlnyomni, tehát hogy nem fogok a dalaimra hirdetéseket tenni, meg megturnéztetni, meg ilyen koncert, olyan arculat, stb., de hogy nekem vannak még dalaim. És ezért azt tűztem ki magamnak célul, hogy azért mégis legyen egy formája, hogy kiadjak egy lemezt, és ez össze is jött. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és ezt se gondoltam annyira túl, hogy mikor legyen a megjelenés, hanem egy évre rá, amikor az első dalom kijött.